Ez itt a Központi Híradó, az Ötös csatorna, a Központi Újság és a Kutyostat képes híradója. Magyarország egyetlen független és értelmes hírműsora, belföldi és külföldi hírekkel, élő bejelentkezéssel, időjárással és sporttal. Köszönti Önöket a stúdióból Galambos Zsófia és Derecskei István. Szeretettel köszöntjük a kedves nézőinket, ez az első adásunk Zsófival, akivel a világ és Magyarország legfontosabb híreit fogjuk Önöknek bemutatni. Igen, szép estét mindenkinek! Izgalmas napokat, heteket zártunk. Csapjunk is bele, de előtte nézzük, mik a főbb híreink. Google Plus szerelők csengetnek be mindenkihez a következő pár hónapban. Chipet is beültetnek. 300 négyzetméteres festményt adott a két farkú Pécsnek. Villám riport a művésszel. 147 ezer milliárdra perli Magyarország Törökországot a 150 évig tartó török uralom alatt okozott károk miatt. Élet a kövek mögött. Kivágták a fát, kavicssal szórták be a helyét. Kavicsfa nőtt ki a belvárosban. Ne lepődjünk meg, ha a következő hetekben Google Plus szerelők csöngetnek be hozzánk. Nem vagyunk egyedül, ugyanis valamennyi magyar háztartás felkeresik a következő pár hónapban. Vizsgálják a magyarországi Google Plus használók szokásait és igényeit. Külön jó hír, hogy a nyugdíjasoknak ingyenes e-mail fiókot visznek ajándékba. 4000 Google Plus szerelő érkezett Magyarországra a napokban a vállalat óriás 2018-as szolgáltatás felülvizsgálati programja keretében. A Google tájékoztatása szerint azért világítják most át az országot, mert többek közt nem értik, miért van itt ilyen kevés felhasználójuk. A szakemberek elvégzik a lakásokban a szükséges technikai fejlesztéseket, valamint továbbképezik ingyenesen azokat, akik egy speciális programban vesznek részt. Ma egész nap a szerelőkkel voltam, ezért arról tudok beszámolni, hogy az eddigi eredmények elkeserítőek. Magyarországon jelenleg mindössze 14 aktív felhasználója van a Google Plusnak, a többi 2,5 millió csak tudtán kívül posztol mások számára érdektelen dolgokat az oldalra. Az átlagos felhasználó 3 hetente lép be, ebből 97%-ban véletlenül. Eddig 3-an plusz egyeztek bejegyzést. Azon kívül, hogy ők mindent megtesznek az előfizetők számának növelése érdekében, mi, a lehetséges felhasználók, hogyan tudnánk segíteni a szolgáltatás fejlesztését? Erre a gyakori problémára jó megoldás lehet a Google Plus szerelők által a lakásokban most kihelyezett kamerák és a lakosság testébe szerelt ütésálló Wi-Fi szenzorok használata. Az új eszközök segítségével még sokkal több olyan megosztást tud majd a nevünkben generálni a szolgáltatás, mint például az óránkénti pontos testhőmérsékletünk, orrszőreink száma, vagy akár csak a 4 másodpercenként rólunk készített fotó. További ígéretes fejlesztés, hogy mostantól Google a Winchesterünk tartalmát is automatikusan megosztja az interneten. Ám adataink így is biztonságban lesznek, hiszen azokhoz csak a Google Plus felhasználók férhetnek hozzá. A Google Plus szerelőkhöz kérjük, legyenek kedvesek! Viszonylag gyorsan végeznek, pár óra alatt elhelyezik a lakásban a kamerákat, és a szenzorok beműtése is legfeljebb fél napot vesz igénybe. Sajnos Magyarországon nagyon sok fát vágtak ki az elmúlt időkben. Gondoljunk csak az Etele úti fákra, a Városligeti vagy korábban a Nagymező utcában történt platánok kivágására. Általában épületek, mélygarázsok kerülnek a helyükre. A favágók üresen tátongó lukakat hagynak maguk mögött, jó esetben a fák hűlt helyét kavicssal szórják be. Hasonlóképpen jártak el az illetékesek Budapesten, a második kerületben. A fát kivágták ugyan, de nem ültettek új facsemetét. Ehelyett kavicssal szórták be a fa hűlt helyét. Ennek köszönhetően fejlődhetett fává a természet egy igen ritka és különleges teremtménye, a guatemalai bimbós sziklafa családhoz tartozó Peotris, magyarul a zsarolófa. Szervusztok, köszöntöm a nézőket! Itt állunk a Megvárt ligetnél, ahol is ez a zsarolófa felütötte a fejét, de mi 10 órát utaztunk azért, hogy egy riportot készítsünk ezzel az intelligens guatemalai zsarolófával, de sajnos csak hűlt helyét találtuk, illetve nem teljesen igaz, mert egy budai dézsafa áll a helyén. Nagyon nagy szerencsénkre itt a helyszínen összetalálkoztunk Juhász Veronka kőfaszakértővel, akitől azt szeretnénk megtudni, hogy egyrészt hova tűnt ez a fa, és hogy Budapesten bukkant föl.
Tulajdonképpen mi is nagyon meglepődtünk, hogy ideje korán kifejtette a hatását ez a zsarolófa. Mi a guatemalai kőfaszakértő szakszervezet egyesületével akkor szoktunk akcióba lendülni, amikor azt látjuk, hogy fák hűthelyét kavicssal hintik be, és ekkor kőfa szaporodást biztatunk. Most is ez történt, és érdekes módon az autoritások ideje korán a dézsájuk mélyére néztek, és előkerült ez a természetes fa. Akkor szoktuk ezt megállítani, amikor elvi okokból a természetes faültetést megakadályozza a semmi ültetése. Köszönöm szépen! Helyszíni riportunkat látták Juhász Veronika kőfaszakértővel, innen a budai dézsafa mellől, ami egy héttel ezelőtt még kőfa volt, zsarolófa. A szó a stúdióé! Az évezred legnagyobb szabású pere kezdődhet meg a Hágai Nemzetközi Bíróságon, melynek tétje sok ezer milliárd euró. Magyarország ugyanis háborús jóvátételt követelt Törökországtól a Magyar Királyság területén 1541 és 1686 között történtek miatt. A török csapatok a 16. századtól kezdve fokozatosan foglalták el országunk egy jelentős részét. Lerombolták várainkat, megerőszakolták asszonyainkat, elhajtották állatainkat. Fürdőket építettek, furcsa keleti virágokat ültettek. Mindezzel hatalmas, sok esetben helyrehozhatatlan károkat okozva Magyarországnak. Magyarország 147 ezer milliárd euróra perli Törökországot az említett időszakban elkövetett háborús, emberiségellenes és gazdasági bűnökért. Kapcsoljuk szakértőnket! Zoli, hogyan jött ki ez az összeg, és mit várunk az ítélettől a pénzen kívül, milyen egyéb követeléseink vannak? Köszöntöm a nézőket! Először összeadjuk a törökök által illegálisan beszedett adók és az okozott károk, valamint szellemi veszteségeink bruttó értékét, ebből pedig kivonjuk a fürdők, a dzsámik és annak a néhány szónak, szép virágfajtának, török dallamra írt balassi versnek a nettó értékét, amit a törököktől kaptunk. Aztán pedig az egészet felszorozzuk az inflációval, ami 174.240% volt azóta. Milyen rövid és hosszú távú hatása lehet az országra nézve ennek a 147 ezer milliárdnak? Magyarország azt várja Hágától, hogy nyilvánítsa agresszornak a 16.-17. századi török hadsereget, második Szulajmánt pedig háborús bűnösnek. Emellett követeljük, hogy a törökök 50 évig ne tarthassanak szárazföldi haderőt. Biztosak lehetünk benne, hogy egy sikeres pernyérés esetén minden egyes magyar állampolgárnak járó közel 150 millió forint, az összeg nem véletlen, jelentősen átalakítaná az országunk gazdaságát. Felszámolhatnánk a szegénységet, Magyarország lehet a világ egyetlen, abszolút értelemben vett jóléti állama magyarul, a 10 millió milliómos országa leszünk. A pénz nem boldogít, de gondolom sokaknak közülünk jól jönne ez az összeg. Köszönjük, Zoli! Fellélegezhet Pécs városa, mert immár a városnak is van óriás graffitije. A 300 négyzetméteres igazi és papírkutyákból álló kompozíciót Téker, a világhírű graffiti művész 6 nap alatt festette. Téker művésznév alatt dolgozom, én már 17 éve foglalkozom még graffitivel, street art-tal. Programozóként dolgozom lényegében, a saját pénzemen utazok, meg dolgozok. A két lak kutyapárt, Rósán, Ékatéka pályázatára jelentkeztem én is. A fejemben megjelent ez a kép, hogy papírkutya, meg valódi kutya, és így alakult ki, nem tudom, szerintem jó pofajével. Így is azért épp, hogy elég volt rá az idő, és tudtam volna még dolgozni egy jó készletet, de azért meg vagyok elégedve az eredménnyel. Mostanában a fő célom az, hogy a világon minél több helyen elkészüljenek munkáim, és ilyen formán festettem már Spanyolországban, Angliában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Szlovákiában,
haladok az úton. A lehetőségeket pedig egyről elsősorban magamnak kell megkeresni, tehát figyelek különböző oldalakat, ahol ilyen artist callok vannak fent, és pályázatokra beküldöm a terveket vagy munkáimat. De hát az a cél, hogy előbb-utóbb esetleg azért hívjanak anélkül is, hogy pályázzak, szóval ez a elképzelés jövőre vonatkozóan. Túl a foci VB láz. Már a csapból is ez folyik. Mi van azokkal, akik nem szeretik a focit? Nem rendhagyó sporthíreink következnek, kapcsoljuk sportszerkesztőnket. Köszöntöm Önöket, Horváth Márton vagyok a sporthírekkel. Jelenleg is tart az oroszországi foci VB, szerencsére a magyar válogatott udvariasságból kiadja ezt az eseményt. Engedjék meg, hogy ezúttal ne száraz adatokról, eredményekről és kimondhatatlan nevű sportolókról, gólokról beszéljünk sportszerető követőinknek, hanem azoknak a kedves nézőknek fogunk most hasznos információval szolgálni, akiket nem érdekel a foci VB. Ugyanis nem mehetünk el szó nélkül a hétköznapjainkat megkeserítő probléma mellett, hogy szinte lehetetlenség kikerülni a foci VB közvetítéseket. Bárhová megyünk, mindenhol belefutunk, köztéren, boltban, szórakozó helyen. Ezért összeállítottuk azon helyek listáját, ahonnan biztosan nem látszik a foci VB. Peking. Ezen a 19. században készült képen még látszanak az utak és a házak, ám a smog mostanra olyan sűrű lett, hogy nem csak kint, hanem a lakásokban sem látni semmit. Mára majdnem minden otthonban megtalálható tévék és a tereken rendszeresen felállított hatalmas kivetítők ellenére utoljára 24 éve tudtak sportközvetítést nézni a dinamikusan fejlődő nagyvárosban. A Mariana-árok. Az Atlanti-óceán legmélyebb pontja szintén kellő védelmet biztosíthat számunkra a meccsnézés ellen. Vigyázzunk, hogy ne legyen nálunk se 10.994 méternél nagyobb mélységet kibíró vízálló okos telefon, se 10.994 méternél hosszabb kábelű vízálló tévé. A Tlimpopokói vulkán. Az extrém kalandok kedvelői Tlimpopokó elveszett szigetén a magma alá húzódva is átvészelhetik a következő heteket. A kép megtévesztő lehet, a vulkán széléről még látszanak a meccsek, be kell menni a vulkán közepébe, csak ott meg nehéz jó fotót csinálni. A fotón szereplő ezüst azbeszt uránsav védőöltözet viszont feltétlenül szükséges. Enélkül a magma ellenére még mindig elég sok látszódna a meccsekből. A DAK 41-1-0-0-0-0-35/B fekete lyuk. Egy átlagos fekete lyuk sötétje nem képes elnyelni az összes tévéközvetítést, valamennyi még ezekből nézve is látszik a meccsekből. Erre csak az eddig ismert leghatalmasabb fekete lyuk, a DLK 41-1000-35/B képes, ami 41.000 fényévnyire van a Földtől, és 62%, hogy létezik. És persze az sem biztos, hogy érdemes az egész miatt ilyen messzire utazni. Remélem, sokan önök közül megtalálják ezekből a helyszínekből azokat, ahol nyugalomban, focimentesen tudják átvészelni a következő időszakot. Szó a stúdióé! Hogy azért valamennyire kárpótoljuk a focit és egyéb játékokat kedvelő nézőinket, sportfogadás jellegű időjárás jelentésünk következik. Szervusz Bea, milyen lesz a jövő hetünk? Borús vagy derűs? Szervusztok! Az, mint minden, egy kicsit rajtunk is múlik. A szerencse is közbeszólhat. Lássuk is a részleteket. Köszöntöm kedves nézőinket! Ezen a héten a keleti környékén kitöltött lottószelvénnyel van a legnagyobb esély az ötösre. Délnyugaton 40%-kal, északkeleten 65%-kal nagyobb a valószínűsége a nyertes sorsjegyeknek. Este felé Baranyában a kettes száma rulette megélénkül. Vizeink közül a Tiszán a magas téttel játszott ultiparti, a Dunán az egyszerű lehúzás lesz a jellemző. A Balaton környékén hasznos lesz tombolázni az elkövetkező napokban. A legközelebbi illegális kutyaviadalom Bodri győz. Az Epsoni derbin pedig egy-egy lóra érdemes fogadni. Keddig, aki kőpapírt játszik, mindig papírt mutasson először. Szerdától elszórtan nyithat ollóval. Ne feledjük, az idő sport! Köszönjük Bea! Reméljük, szerencsével járunk a jövő héten is. Ezek voltak a híreink, köszönjük, hogy velünk tartottak.
Ha megosztani való híreik vannak, ne mondják el senkinek. Önök a Központi Híradót látták, Magyarország egyetlen értelmes hírműsorát. Legközelebb hamarosan jelentkezünk újra, kövessenek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon vagy a weboldalunkon. Viszontlátásra! Viszontlátásra!